Reklámot hallottak. A legfrissebbek a Klassz FM-en. Nyugaton sok hó eshet, keleten száraz időnk lesz. Már működnek a csekkbe fizető automaták. Fölrobbant egy vegyi anyaggyár Donyeckben. Hunyadákos vagyok. Jan írja, hogy mérnek a rendőrök 86-oson Nádasnál. Köszönjük az infót. Pitkint pedig a 61-esen Nagykónyi előtt a pihenőnél fotózták le. Ott a Dombóvár felé szágódozókra vadásznak. Köszönjük az infót. SMS-ével ma is sokat segíthet. Üzenetét várjuk a 0670 645 000-as számra. Ma sem lesz egyszerű dolguk a nyugaton autózóknak. Veszprém és Győr-Moson-Sopron megyében másodfokú figyelmeztetés van érvényben a hófúvás miatt. Ott az erős szél hamar visszahordhatja a havat az utakra. Néhány centi hó is eshet erre, a legtöbb esői szintén a Dunántúlon van. Estétől a Kisalföldön már havas eső is előfordulhat, másod száraz marad az idő. További részletek néhány perc múlva. Már működnek a csekkbefizető automaták, az országban 20 helyen, bevásárlóközpontokban, illetve postákon is működnek a készülékek. 11 ezek közül a fővárosban található, de használhatjuk már az automatákat Debrecenben, Győrben, Kecskeméten, Miskolcon, Szegeden, Székesfehérváron és Szombathelyen is. Egyelőre csak gépi kitöltésű csekkek adhatók fel, mondta Apáti Tóth Kata, a Magyar Posta szóvivője. Ezeket a csekkbefizető automatáknál bankkártya segítségével lehet feladni, és ez egy kártyás vásárlási tranzakciónak minősül. Egyszerre 5 darab csekk adható föl egy tranzakcióval, maximum összesen 290 ezer forint értékben. Az automaták induláskor a teljesen megszemélyesített gépi kitöltésű csekkeket fogadják el, de későbbiekben valamennyi bizonylat típusú csekk is feladható lesz majd, és a csekkbefizető automatákon mind a QR-kóddal, mind a QR-kód nélküli csekkek is befizethetőek. Illegális bőrfeldolgozó telepet számoltak fel a Nébik szakemberei Bács-Kiskun megyében. Az engedély nélkül működő üzemben mintegy 40 tonna állati mellékterméket kellett megsemmisíteniük. Két épületben lesózott birka, szarvasmarha és lóbört találtak, az állatok maradványai pedig a földön hevertek. A tulajdonos több milliós büntetésre számíthat. Vegyi anyaggyár robbant föl Donyeckben az éjjel, úgy tudni az üzemben ipari robbanószer gyártottak, a detonáció okozta villanás az egész város bevilágította. Feltehetően tüzérségi találat érte a gyárat. Egyelőre nem tudni, vannak-e áldozatok vagy sérültek. Közben az ukrán fegyveres erők főparancsnokságának szóvivője szerint a kelet-ukrajnai harcokban tegnap 9 ukrán katona halt meg, és csaknem 30-an megsebesültek. Közben újabb csúcs találkozót tartanak Minszkben. A fehér orosz fővárosban szerdán ül tárgyalóasztalhoz Angela Merkel, François Hollande, Petro Poroshenko és Vladimir Putyin. A német kancellár, valamint a francia, az orosz és az ukrán elnök a kelet-ukrajnai válság megoldásáról egyeztetnek majd. Angela Merkel szombaton Münchenben azt mondta, ezen a néhány tárgyaláson van remény arra, hogy bármilyen megoldás szülessen a kelet-ukrajnai konfliktus rendezésére. Kiosztották a Grammy-díjakat, Sam Smithről szólt a tegnap este Los Angelesben. Ő kapta ugyanis az év legkiemelkedőbb új előadójának járó elismerést, de az év dalának is az egyik slágerét, a Stay With Me-t választották meg. A 22 éves brit énekes egyébként Taylor Swift-től vehette át az elismerést. Az év albuma Back Morning Face című lemeze lett. A déli óráktól a Dunántúlon eshet a legtöbb hó, a Bakonyban délután a Bokánkig is érhet. Főleg a Dunántúlon lehetnek erős viharos széllökések is, azokon a területeken hófúvás is kialakulhat. A hideg reggel után napközben -2 és +2 fok között alakul a hőmérséklet. Most úgy tűnik, holnap is nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég nyugaton, keleten pedig helyenként hószálingózás vagy gyenge havazás is előfordulhat. Akkor nappal 6-7 fok között alakulnak a maximumok. A Klassz FM híreit Hunyad Ákostól hallották. Ákos, köszi! Már megyünk is tovább megszakítás nélkül a Klassz kívánság műsorral. A mikrofonnál a Bahazi Csaba. Következik Regi SMS-e. A páromnak, Josie-nak szeretnék küldeni egy számot. Első napja van az új munkahelyén. Üzenem neki, hogy jó munkát, és hogy hihetetlenül büszke vagyok rá. Király Viktor énekel, Running Out of Time. És most vissza a Klassz slágerekhez. Egy újabb óra indul a Klassz FM-en megszakítás nélkül.